A makói hagyma mind hungarikum és mind a makói értéktár terméke központi szerepet kap a fesztivál nyitónapján, mely szakmai programmal indul. A Nemzeti Agrárkamara a család és térsége gazdakörrel együttműködve 10 órára szervezte meg gazdaköri találkozóját. Ide a Csongrád megyéből közel 30 gazdaköri tagot, illetve mezőgazdaságban érintett szakembert hívtunk meg, illetve lehetőséget biztosítottunk arra, hogy ne csak egy szakmai szóbeli fórum legyen, hanem a makóiaknak, illetve a fesztiválra kilátogatóknak ez valahogyan látványos is legyen. Éppen ezért a kolonna előtti parkolót picit átgondoltuk a tavalyi, illetve az előtti évhez képest, és ez most elsősorban egy szakmai kiállításnak fog helyt adni. A zászlófelvonást követően délután 4 órakor a Városháza elől lovas felvonulással és gólyalábasokkal indul a forgatag a főtérre, az ünnepélyes fesztiválnyitó helyszínére. A városközpontban 75 standon lesznek kiállítók és árusok, akik számtalan helyi és környékbeli terméket kínálnak majd. A fesztivál ideje alatt makói táncosok és zenekarok gondoskodnak a jó hangulatról, de lesznek vendégfellépők is. Pénteken a Route 43 után Opitz Barbie az X-faktor győztese lép színpadra. Szombat délelőtt a főzésé lesz a főszerep. A zsűri pörkölt és hagyományos étel kategóriákban hirdet majd győztest. A zsűri tagok most már ugye publikus, hívtunk 3 hölgyet, gyakorló házi asszonyokat hívtunk. Gáspár Bea az egyik, aki a Konyhafőnök VIP műsor győztese volt. Limara gasztrobloggerünk, őt ugye ismerjük, a makóiaknak nem kell bemutatni, és szerettük volna most az idén egy kicsit továbbfejleszteni a főzőversenyt, mégpedig oly módon, hogy a terítést is, illetve a tálalást is pontozná a zsűri, és ezért hívtuk el Gergely Nórit, dekoratőrt, hogy ő esetleg az ő szép érzékével díjazza ezeket az asztalokat. A gyerekek kedvére ezen a napon a Haramja Együttes műsora után Farkasházi Réka a Tintanyullal érkezik. Emellett egész nap és vasárnap is játszóház, körhinta, mesekert és állatsimogató várja a kicsiket. A Hagyma Fesztiválhoz kapcsolódik a Néprajzkutatók második találkozója és a Barátságos Fizika interaktív kiállítása József Attila Múzeumban, valamint a Koronaszállóban vasárnap megrendezésre kerülő trianoni megemlékezés. A zárónapon Oswald Marikának is tapsolhat a közönség, akit helyi fellépők követnek a színpadon. A sztár fellépők sorát pénteken Tóth Gabi nyitja, szombaton az Edda folytatja, végül utolsó napon az Ocsó Macsó lép színpadra, akinek koncertje után fesztiválzárásképpen látványos tűzsó veszi kezdetét.